Isti! A videót a notebook.hu támogatta. Link lent! Na szevasztok gyerekek, itt vagyunk az első NBA 2K18 My Career gameplayünk videóban. És érdekes dolgok történnek, ugyanis én elindítottam egy karaktert, Yao Ming. Fantázia dolog, tehát abszolút fantázia, ugye Yao Ming fia. Tehát nem voltam túl kreatív, ez vagyok én gyerekek. Nem azt mondom, hogy roleplayingelni fogok, csak elmondom azt, hogy most mitől éppen kínai a karakterem. Úgy voltam vele egyébként, több dolog is játszott, ugye csináltam először is egy centert, aki 3 pontosot dudott, egy rakás szar volt. Tehát csináltam egy centert, aki túl alacsony lett és lepattanózó volt, nyilván szar volt. Utána megelégeltem, csináltam egy centert, ki van maxolva olyan magas, amekkora csak lehet. Ennél magasabb nem lehet egy center. És ilyen post-offense az elsődleges játékom, és a másik pedig a defense. Tehát, hogy egy ilyen eléggé all-around jellegű karakter lett. És ahogy elkezdtem csinálgatni, először azon gondolkoztam, hogy jó, Shaquille O'Neal. Csináltam egy, ugye mert a face scan az még mindig nem nagyon működik jól nekem. Próbálgattam sokáig, de meguntam. És úgy gondoltam, hogyha már egy fekete bőrű játékost csinálok, akkor már csinálhatnék egy kínai játékost is. Ha már úgysem tudom magamat megcsinálni a játékban, sehogy sem, akkor legalább valami roleplay jellege legyen, úgy tudom magamat megcsinálni, tényleg semmiképpen sem. Akkor, hogyha már mások a bőrébe kell bújjak, akkor legalább legyen valami egyedi. És egy darab kínai játékos nem látok egyébként a... Nyilván azért, mert ugye szerverileg ugye nyilván ők máshol, vagy nem tudom pontosan, hogy működik, de nem látok nagyon egy kínait se, úgyhogy tök egyedi szerintem, és tényleg ilyen Yao Ming, és ahogy játszottam ugye ez a Shaquille O'Neal karakterrel, így kezdtem rájönni, hogy basszus, ez inkább Yao Ming. Tehát úgy képzeljétek el, hogy én így tudom a midrange-t, már hogy úgy olyan 70-es lehet körülbelül a midrange a nagyjából, nem, de, hogy ha, de valami olyasmi 70 körüli, ami azért nem semmi, és mindehhez képest ugye a postban nagyon jó vagyok, a post fade away nagyon jó, a post hook nagyon jó, a post control nagyon jó, a strength azt fel lehet nyomni teljesen, a staminát szintén, és amellett még védelemben is egész jók vagyunk, tehát van a steelt is fel lehet tolni, a blokkot is fel lehet, lepattanózni is tudunk, tehát így egészen egy ilyen all around játék, és ahogy játszottam, így kezdtem rájönni, hogy basszus, ez szintén ilyen Yao Ming jellegű karakter lett. Mondom, akkor már csináljunk egy Yao Minget, és mivel a fia Yao Ming, egyébként valójában csak egy lánya van, akkor már legyen ilyen trendi sérós, mit tudom én, és tök ez a szamurái séró, tök összeérik az ázsiai témával. És gyerekek, ugye a park már elég régóta játszogatok egyébként, most vagyok azt hiszem 78-as overallban, ami már eléggé jó. És hát nyomni kell ezeket a meccseket, mert jó vízszit ad érte, és az jó tud lenni. Úgyhogy ez a Yao Mingünk története, gondolkoztam ilyen, hogy Cheng Ming, meg mit tudom én minek nevezzem, legyen az Yao Ming és kész. Úgyhogy ennyi, ez van, és igen az első meccse, ahol kezdünk, és ugye a Boston Celtics-et választottam, úgyhogy Kyrie Irving, Marcus Smart, Gordon Hayward, Al Horford és Yao Ming. Azaz én, ez lesz a felállás. Elég durva kis csapat ez, tehát hogy Horford, Power Forwardon meg még én, lepattanókkal nem lesz problémánk. És egyébként a legnagyobb poén, Jeremy Lin ellen megyünk, aki egyébként hát a kínai köztársaságból való olyan szinten, hogy a felmenői kínai köztársaság, Taiwanból érkeztek Amerikába, de ő már Amerikában született játékos, és egy point guard, úgyhogy ez egy érdekes kis meccs lesz, ilyen ázsiai harc. Gyerünk, baby! Ha tetszik ez az egész, nem tudom, elképzelés, meg ez az egész... nem tudom, minek nevezzem ezt, koncepció, amit én most előadtam, akkor írjátok meg kommentben, lájkoljátok a videót, és lesz még mindenképpen My Career, illetve valószínűleg lesz majd a parkról is videó, mert azért most már így azért eléggé hatásos tudok lenni ezzel a karakterrel. Értelemszerűen iszonyat magas vagyok, tök jól passzolok, tök jól dobom a midrange-t is, tehát egy ilyen erőgép vagyok lényegében, és tényleg ilyen tiszta Yao Ming jelleg. Írjátok sokan egyébként az első videóknál, hogy miért csinálok centert. Gyerekek, én egy center játékot szeretnék játszani, tehát hogy alapból centerből lényegesen kevesebb van, mint point guardból a parkban. Tehát mindenki point guardot vagy shooting guardot csinál kb. És tök jó centerként így kitűnni. És ott van Horford, mehet is fiam még egyszer. Nem baj. Úgyhogy tök jó, és így olyan csapatot kerestem, ahol annyira center dominancia nincsen, és így lett egyébként a Boston Celtics a választásom az elején. Úgyhogy most ez van, és igazából ezeket a meccseket csak is azért játszom, tényleg csak a VC miatt játszom. Nem hiszem, hogy sok videót fogok ebből csinálni, ebből a maga meccsekből. Nyilván, hogyha tetszik, akkor igen. Basszus, hogy Horfordot mindig annyira kínhagyják, dobáljuk már neki akkor. Nem túl biztos kezük, de nem baj.
majd megpróbálunk mi is adni támadgatni. És hát, és ez a karakter ez most már tök jó, tehát most már élvezem is játékot ezzel a karakterrel nyilvánvalóan. Ugye lepatonokat nagyon keményen tudjuk szedni, úgyhogy nem is a fő képességünk. Hayward, dobjad fiam! Nem nagyon meri az eldobni, nézzünk egy post move-ot. Tehát a post fade away, az szokott működni. Most nyilván nem fog, mert demoznám, de igen, bement az. Nyilván a parkba ezt nem annyira merem még elhaigálni. Úgyhogy tök jó! Tök jó, tök jó, tök jó, meg vagyok elégedve, abszolút meg vagyok elégedve a karakterrel. Robi is egyébként elkezdett, hogy egy point guard, slasher point guardot kezdett el. És egyébként szoktunk esténként játszani, szoktunk találkozni magyarokkal is, akik így jönnek velünk ellenünk játszani valamit, tehát hogy ez bőven működhet. Midrange, nézd meg! Tehát, hogy elképesztő, és ez gyakorlatilag így dobom a parkban is. És még nincs kimaxolva a midrange, tehát hogy ennek nagyon örültem, hogy ez így benne lett a szelekcióban. Úgyhogy ez egy nagyon komoly center. És tényleg blokkolni is simán tudok. Úgyhogy rendben van, nagyon örülök neki, hogy végül megtaláltam nagy nehezen a játékost, akit szerettem volna csinálni, vagy ami nekem így megfelel. Nem is értem, miért nem posztcentrikusat nyomtam. Igazából attól féltem, hogy a parkban ugye eddig az volt a bevett dolog, hogy nem nagyon, a posztjáték nem nagyon működik, és ezért nem nagyon mertem a posztjátékra erőltetni, amikor megszereztem, meg lett a játék, mert az eddigi tendenciák azt mutatták, hogy ez nem lesz túl eredményes. Na, Mozgov, aki most egyébként a Lakersbe játszik. Na nem baj, az most így hirtelen megzavart engem, most lett a Lakersbe, most került a Lakersbe, és Lint ott hagyja, aki lehet, hogy be fogja kenni, így van. Jeremy Lin. Lin Sanity, aki most egyébként csinált magának, befonta a haját, ilyen Iversonos, ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt magyarul, de ilyen, befonta, ilyen cornrow-ra lett befonva, és azt nyilatkozta arról, hogy nem az ő kultúrája, hanem ugye az a színes bőrű, tehát a fekete bőrűek kultúrája ez a befont haj téma, de hogy ő azért fonta be, mert hogy ezzel is így a kultúrákat megismertetni egymás között, mert ő neki például neki sokszor tökéletele van azzal, hogy a kínai sztereotípiák, amiket ő kap, ugye, hogy rizszabász, meg nem tudom, miket szoktak még ilyenkor mondani, ott szól, itt tudom én, ilyen jellegű sztereotípiák, és megunta, és azáltal a kultúrákat szeretné kicsikét így megismertetni. Jézusom, mi volt ez a hirtelen bevágás itt, ez kicsit olyan, mi ez, 2 points attempt, 3 points attempt, jó. Nem tudtam felfogni azt a Venn diagram, nem nagyon volt az Venn diagram, kördiagram volt az, köszönjük szépen István, matematika 1-es leülhetsz. Hoppa, steal! Úgyhogy, ilyen kulturális ismerkedés, vagy kulturális összefonódás szempontjából csinált, és ezért mindenképpen tiszteletre méltó gesztus. Ugye, mert sokan, például Post Malone-t is annó bevádolták azzal, ugye, hogy hát, hogy izi, be van fonva a hajad, te most így most viccet űzöl a feketékből, te most viccet űzöl? Komolyan mondom, volt egy ilyen interjú valamelyik rádió műsorba. Are you afraid as a white rapper that you may be considered a culture vulture? I don't think so. What are you doing for the Black Lives Matter movement? What? I don't know. Hogy volt egy néger, vagy fekete, nem tudom, hogy nevezzem őket, mert mindig rasszistának számít, néger, nem is értem, miért számít, de mindegy. Tehát egy fekete bőrű műsorvezető volt ott, és akkor ott így betámadta ezzel, hogy szerintem minden fehér ember, akinek be van fogva, olyan idiótán néz ki, meg nem tudom. Elnézést, igaz is. Eltapaszt, fiam! És most ilyenekkel hogy lehet betámadni, meg hogy Black Lives Matter, meg Amerikában ez a fehér ember rapper téma még mindig egy ilyen kirekeszteni való dolog. De tényleg, Jeezy is megkapja, Post Malone is megkapja, jó, ő nem rappel, de hogy gyakorlatilag ebben a kultúrában van. És leginkább amúgy ez sok dolgokban szerintem visszavezethető, legalábbis sok rádió műsorvezetőnél ezt hallottam, ugye volt, vagy van ez a Riff Raff nevű kreálmány emberke, aki nem tudja, az kicsoda, az keresse meg, most nem mondom azt, hogy berakok ide egy képet, mert valószínűleg el fogom felejteni, de Riff Raff úgy képzeljétek, hogy full fehér a csávó, de tényleg, tehát fehérebb, mint én gyakorlatilag, vagy legalább annyira fehér, akkor be van fonva a haja, meg ilyen színes berakja, meg ugye van ilyen grill, és nagyon ilyen elvetemült pervers stílusa van, és sokan azt például úgy vették, hogy ez csak egy ilyen vicc, hogy így kiparodizálja az ilyen a rappereket, a fekete bőrű rappereket, ezzel a grillel, meg ugye ilyen fuchsokkal, meg mit tudom én, és nem érezték azt, hogy ez ténylegesen az ő személyiségét tükrözi a stílusaiak, amiket ő visel magán. És hát azért egy érdekes dolog volt, és amúgy van is benne valami, tehát ő nála elhiszem, mert olyan szinten szar zenét csinál, szerintem ne haragudjon, nem akarok segít megsérteni, hogy az csapnivaló, maga az ember egy röhelyes valaki,
és nem tudom hol tenni, és akkor próbált ott, meg ott freestylozni, próbált ott a rádióban, és egy rakásszar volt, tehát hogy ilyen nagyon érdekes ember, és hát ő szerintem sok ilyen fekete bőrű műsorvezetőbe, meg ilyen kultúra belibe belerakta ezt, hogy hát, hogyha fehér ember így befonja a haját, akkor az valószínűleg így szopatni akar minket, meg bebífel, meg nem tudom. Érdekes téma, abszolút. Gyerekek, ahhoz képest, hogy itt most NBA-zünk, totál elmentünk egy irányba, de ez most így valahogy kijött belőlem. Úgyhogy, ja, Jeremy Lin nagyon-nagyon helyesen próbálja a kultúrákat összefonnítani, vagy megismertetni egymással a kultúrákat, mert tényleg ez most egy közhely, de végső soron basszus, emberek vagyunk a Föld nevű bolygón, össze vagyunk zárva, mi a szarnak bífeljük egymást non-stop. Ami most Észak-Korea meg Amerika között is folyik, most mi a fos? Tehát már túl vagyunk két világ égésen, öcsém, meg egy hidegháborún, meg mindenféle apró kis háborúkon, érted? És akkor van egy ilyen 2017-ben, mindjárt 18-ban már. De azért megnéztem vágott, hogy mi az év, vannak bajok. Kyrie az végig, szavasz. Úgyhogy érdekes dolog ez abszolút. Én ilyen nagyon humánus ember vagyok, én így a békepárti vagyok, én PC is vagyok, tudjátok jól. Én nagyon-nagyon csak akkor állok bele olyan dolgokba, amikor valakit be kell bífen, amikor már én is érzem azt, hogy az már ténylegesen bomlaszt, és ténylegesen negatív hatásai érvényesülnek csak. Mint például lásd, volt ez a telefonsütögetős agymenés szarfos. Hopp, Jeremy mind egy kicsikét elzártuk. Hopp, kin van Smart. Nem egészen oda akartam én azt passzolni. Úgyhogy Linnek most nem ilyen sírója van, hát Kyrie azt én azért lepasszoltam volna magamnak, de nem baj. És a 91-es messzám az ugye pedig adja magát, az pedig a születési dátumom. Kész. Sokáig 3-ast viseltünk ugye folyton, aztán rájöttem, hogy basszus, a 91 az még egyedibb lehet, vagy még jobban hozzám kapcsolódik. Mondjuk a 3 is, mert 3-án születtem, Iverson is 3-as volt. Meg a 3-as szám az valahogy, ez a 3 magyar igazság, ez valahogy egy ilyen visszatérő elem, vagy nem tudom a 3. Azt eldobjuk, figyelj, megnézzük. Nem, az most nem ment be, ja. Túl későn engedtük ki. Úgyhogy építgetjük a karakterünket a 99-es határ felé, ami rengeteg időbe telik. Tehát viszont egyébként a Playgroundról megmaradt a véleményem erről a Neighborhoodról ugyanúgy, hogy gyakorlatilag ez csak egy ilyen máz az egészre. Gyakorlatilag ugyanaz, mint tavaly a My Park, csak most már nem menüpontba tudod megkeresni magadnak a ruhát, hanem bemész a boltba és akkor kész. De hogy még mindig egy nagyon durva lehúzás, nagyon durva pay to win egyébként, tényleg brutálisan. Mindezt azon felül, hogy a játék már alapból 60 euró körül van, ugye? Újonnan, és akkor még akkor még ugye lószar vagy. Tehát gyakorlatilag megveszed egy játékot, amiben ugye nem akarsz belekölteni, akkor gyakorlatilag iszonyatos grindon kell keresztül mennie, de tényleg iszonyatos mennyiségű grindon. És hát én is bűnös vagyok, mert én is vásároltam egyébként VC-t, tehát hogy én gyakorlatilag tök őszintén megmondom nektek, valószínűleg sokan el fogtok ezt ítélni. Én már gyakorlatilag a játék árának megfelelő VC mennyiséget vásároltam ebbe a játékba. De itt azért tegyük hozzá nagyon gyorsan, hogy nekem azért ez valahol kell is. Mert ugye contentet gyártok belőle, ne legyen már egy rakás szar a karakterem, legyen már játszható, érted? Tehát, hogy meg a My Team-ben ugye legyenek pekkjeim, legyenek játékosaim, ugye, mert hát szóval, hogy azért nekem ez így kicsikét máshogy működik. Úgyhogy ez így van, de attól függetlenül tényleg nem tartom azt, hogy iszonyatos grind, hogyha nem vásárolsz, és ez nagyon ki van találva, de ez tényleg azért csúf egyébként. Na hát 6.5 lepattanó, 2 assist és egy darab labdaszerzés. Probléma, stop, nem tudom elolvasni, solution, inside out basketball, throw the ball into the post until they can find the, aha. Jó, inside outside játékot akar játszani az edző, azaz be fogják passzolni posztba, én pedig, hát vagy fölteszem, vagy pedig ugye kiosztom, hogyha jönnek kettőzni. Ez jó hangzik, fiam, 9 pontos előnyünk van, 3/4, jöhet is be, nem nagyon jön az be. Tehát az edző azt mondta, az egy iszonyatos mismatch, azt meg kell együk. Teljesen meg kell enni. Ne csináld! Na ez öndegesítő, amikor ilyet csinál a játékos. És nem dobja be, ha Hayward. Na az előző... Na jó, hagyjuk. Post... Jó. Igen. A 77-es a post hookom körülbelül. Szóval lehetne jobb is, de hogy ezt miért hagytam ki? És elvileg, amikor megjelent a játék, akkor ez sokkal durvább volt. Tehát ezt így patchelték. Szóval voltak olyanok, hogy így futottál neki a palánknak, és gyakorlatilag ilyen tök egyszerű zicsereket hagytak ki. Na, Mozgov, gyere! Táncoljunk, Mozgov. Na, erről van itt szó, with power. Lehet, hogy dupla-duplaig el tudunk egyébként szépen haladni, majd meglátjuk. 4 lepattanó kell még hozzá, és 2 darab pont. A ponttal nincs probléma, szerintem meg lesz az, tehát 34-et most kezdtük el. Mondjuk lehet, hogy le fogok egyszer ülni ebbe a két négyedbe.
Jó, mozgóval kínhagyom egyébként, mert igazából nem nagyon fog az ott probléma lenni. De szépen megcsinálták. Jó, hát nem baj, nem baj, elzárunk. Amúgy nagyon fontos, hogyha ilyen meccseket játszol, egyébként ezeket a meccseket tényleg érdemes játszani, mert nagyon sok vízit lehet ezekkel szerezni. Szóval ilyen 1000 közeliket, de majd mindjárt megnézzük, a végén leszámolja, de milyen 6-700-akat minimum szerintem azért ad egy ilyen meccsér. Ami tök jó, csak hogy ezek unalmasak, az a bajom. Tehát, hogy ezeket én egyedül így játszogatni, iszonyat unalmas, főleg úgy, utána még menjél My Team-be, játszd a Domination-t, játszd a Scheduled, úristen, meglátjuk az anatómiáját a gádzsinak, játszd a Scheduled Challenge-eket, tehát ezeket mind toljad. Ez iszonyatos mennyiségű gép elleni játékot kíván, és azért hamar monotonnál tud válni, tehát azért mondom, és ki van ezt találva, tehát azért van az megcsinálva, hogy monoton legyen, inkább helyette vásároljál szépen víz, így húzd fel magad, ne szarakodj, és akkor tudjál online játszani, tehát úgy, hogy azért versenyképes legyél, mert tényleg egyébként, tehát hogy most kezdtünk el Robival, most érezzük azt Robival, így 77-es, meg nem tudom, Robi most már 72-es, én 78-os vagyok, így ezen a szinten érezzük azt, hogy most már azért talán bele tudunk szólni azért, tehát hogy többet tudunk nyerni. Mert eddig az volt konkrétan ilyen 60-as szint körül, hogy mentünk, megvertek, és akkor ilyen 6 meccsből 6-ot vesztettük, és utána, érted, kicsit elmegy a kedved az egésztől. De mondom, most érezzük azt, úgyhogy maradt az állításom ugyanaz, pay to win. Nyilván azért megpróbálom egyébként egy értelmes szintre szólítani ezeket a mikrotranszakciókat, amiket én vásárolok, ne legyen azért annyira tré. Na, pont megvan 10 pont, még 4 lepattanó kell. De nem egyszerű, szóval gyakorlatilag azt kéne csinálni egyszer, hogy egy másfél-két órát rászállni arra, hogy egy 4-5 meccset lejátszani ebből, és az már egy olyan 3-4 ezer VC alaphang, alsó hangon összejön. Ami nem rossz, egyébként egyáltalán nem rossz, csak ugye nyilván minél tovább, tehát minél messzebb vagy a fejlesztésben, annál drágább lesznek azok a fejlesztések. Szóval most például az, hogy 4 darabot tegyek a nem is tudom melyik képességemre, mondjuk a post scoringra, ami a legfontosabb lenne, az nekem 10 000-be kerül. 4 darab fejlesztés, 10 000 VC. Tehát, hogy kemény dolgok ezek. 7. lepattanunk van már. Jó lenne dupla-duplára tényleg rámenni. Ja, igen, és azt akartam mondani, hogy amire nagyon figyeljetek, hogyha ti itt ezt farmoljátok itt a VC-t ebbe. Ott van a 8. lepattanó. Hogy a teammate grade, nekem az nagyon szerencsém van egyébként, mert... tehát gyakorlatilag, hogy itt az offline meccsekben, hogyha én már ugye ekkora ilyen magas vagyok, és ennyire dominálom, mert ugye mivel én vagyok a legmagasabb kb. A meccsekben, ezáltal mindig szedek le somó lepattanót, így nagyon könnyű nekem a teammate grade-et, tehát az értékelést feltolni. És nekem ezzel szerencsém van. Point guardként már nehezebb, én úgy gondolom, de nem lehetetlen. Szóval azt minél följebb feltolni, elzárásokkal, asszisztokkal, ilyen smikkel egyébként lehet a legtöbbet. Tehát a pontszerzés még nem is ad sokat amúgy, komolyan mondom. Ó, ott a blokk és a lepattanó, az gyönyörű volt. És az ugye minél jobb az értékelésed, annál több vízit fogsz kapni a végén, szóval arra nagyon figyelj. De ugye én a park meccsekben is ez ugyanúgy érvényes. Gyerekek, tök jól elkapjuk a ritmust a végére, 14 pont, 9 lepattanó, és bőven meg fogjuk ezt nyerni, ezt a meccset. Ezt már most kijelentem. Jeremy Lin, a Linsanity most elmaradt. Ugye ő a New York Knicks-ben dominált leginkább. Ott volt egy ilyen, nem is tudom hány meccses, ilyen durva streakje, hogy kitaláltak rendesen egy ilyen nem is tudom, dolgot rá, hogy Linsanity, és akkor, hogy nagyon jól játszik meg mindent, tehát hogy volt egy ilyen fanbase körülötte, mostanában már kicsikét már visszafogottabb, tehát nem egy konzisztens játékos, tehát hogy nagyon jó képességei vannak, nagyon jó meglátásai vannak, nagyon jó point guard, de ahhoz, hogy ő sztár legyen, ahhoz szerintem ő kevés sajnos, még egyelőre, lehet, hogy az lesz egyszer, ott a 10. lepattanó, dupla-dupla megvan, köszönjük szépen. De én nagyon örülök neki, mert amúgy tényleg egy jó játékos is, és humble, és érti a dolgát. És tök jól, hogyha ez a Linsanity folytatódhatna. És ott van a következő zsákolásunk. Úgyhogy azért mondom, ezzel a centerrel könnyen el lehet lavírozni. Record 15 points and 10 assists. Record. Milyen szépen mondtam, record. Record. Linsanity. Igen, beadja Bookernek, Bookert meg kell, hogy együk. Meg kell, hogy együk, kész, evasz! 3 blokk is van már. Kyrie? I'm over here! Ott van Gordon Hayward, és ott a következő assist. Nem nagyon van abból assist.
Hopp! Smartot jó későn láttuk meg. És nagyon jó egyébként, hogy center vagyok. Én nekem nagyon tetszik a center játék. Point guardnak is gondolkoztam point guardon, és tényleg minden másik ember point guard. És az, hogy a Robi egy point guard, én pedig egy center vagyok, azért ez olyan fúzió egyébként, hogy nagyon sok mindenre megoldást kínál egyébként a parkban. Na, szerintem most már ülök. Nem is maradok, tesó? 12 másodperces játékidőre vittek le. Kérdezném én minek. Jó. Érdekes rotációt láthatunk. Hol is Jefferson? Nem is hallottam még róla. Az szép. Az abszolút szép volt. Smart jön. Gyerekek, 4 asszisztunk van, 3 blokkunk. Teljesen rendben van. Teljesen rendben van. És ott a következő pont is. Hopp, egy pump fake. Ott is van. Szóval nyilván amúgy tényleg itt nagyon könnyű dolgom van. Egyébként a parkban már sokszor amúgy, tehát nekem is azért szenvedés van, ha center is van, de még akkor is egyébként, hogyha point guard van, akkor egy point guard le tud engem blokkolni, tehát nehogy azt írtek, hogy ez így teljesen rendben van. De örülök, hogy megléptem azt, hogy legmagasabb játékos bepróbáltam, mert hogy ez így nagyon leegyszerűsít egy csomó szituációt, így mondanám. És amúgy nem vagyok lassú ahhoz képest, az a durva. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy ilyen baromi lomha ember leszek, pedig a strength-et is felraktam, és a súlyt is felraktam rendesen. Azt gondoltam, hogy egy ilyen nagyon lomha a center leszek, és nem vagyok gyors, nyilván, az már nagyon pofátlan lenne, de nem is vagyok egyáltalán lassú sem annyira. Szóval nem vagyok egy Shaquille lassúságú. Nem vagyok egy Yao Ming lassúságú sem. Bár Yao Mingnél elvileg én alacsonyan vagyok, mert nem lehet Yao Ming méltű centert csinálni. Nagyon sok elzárásra lehet sok pontot szerezni. Horford. Hát ezt megesztjük ezt a gyereket reggelért szerintem. A strength-en lehetne még pakolni, hát ezt ellopták, nem baj. A strength-en lehetne még pakolnom, csak tényleg az is drága kimaxolni. Szóval most már így tényleg az van, hogy szedegetem össze a sok-sok vízszit, és akkor gyakorlatilag próbálom magam kifejleszteni, amennyire csak lehet. Jeremy Lin még próbálkozik egyet, igen, egy midrange, és a szép lett volna bemegy. 71-54-re a Boston Celtics, azaz mi, megvertük a Brooklyn Netset. Ja Istenem, pillanatra összezavarodtam. Ugye, mert igen, ők New Jersey Nets volt. És a végén leszámolja még ugye a badge-einket, amikre egyébként szintén lehet külön fejleszteni, szoktam, de az is ilyen halál unalmas dolog nekem. 100 darab pont kell a pick and rollerre, hogy felmenjen még jobbra. Úgyhogy élvezem. Nagyon meg kell találni a karaktert, amit akarsz csinálni, mert különben tényleg szenvedés az egész. Ezzel ellentétben nagyon sokszor még mindig idegesít a park, amúgy előfordul az, hogy idegesítő dolog történik, idegesítő dolgok vannak benne, és még mindig azt mondom, hogy nem változott akkorát, mint tavaly óta a park. Tehát, hogy oké, tényleg ott van az a közösségi tér, de tehát én speciál túlélném anélkül is. Nem azt mondom, hogy borzasztó, de nem volt az annyira fontos. Gyerek, hogyha tetszett a videó leírásban egy csomó linket megtaláltok, és leszámolja a VC-t, hát ez bizony egy 855 darab. Dehogy is, 900 az, nem? 750 meg 155. Az 900 VC, gyerekek. Tehát azért mondom, hogy ha egy A pluszos izét tudsz csinálni meccset, akkor az nagyon rendben tud lenni neked VC ügyileg. Ezek az átszedetők még mindig felejtősek, úgyhogy szerintem kapcsoljuk is ki, gyerekek. Leírásban csomó linket megtaláltok. Legyen csak, hogy napotok. Szerbusztok, gyerekek.